levél fonákán csillámszőrök találhatók, ez ilyen molyhos képet ad, és ez miatt a növénynek kevesebbet kell párologtatni. Horváth Csaba, a Hölgyészi Erdészet műszaki vezetője azt mutatja, hogy az olasz molyhostölgy miért szárazságtűrőbb más fajoknál. Gál László erdőművelési és közjóléti ágazatvezetővel már több száz egyedet felkerestek, melyekről termést gyűjtöttek, majd csemetét neveltek belőlük. Ezt követően pedig dús község határban ültették el a növényeket egy úgynevezett géngyűjteményben. A területen több mint 60 törzsfának az utódai vannak elhelyezve parcellákba. A célunk az vele, hogy a meglévő genetikai sokszínűséget, illetve ezt a szárazságtűrő képességű egyedeknek az utódait megőrizzük. Abból a célból egyrészt, hogy magunknak a jövőben, mikor várhatóan tényleg sokkal szélsőségesebbre fordul az időjárás, már legyen olyan gyakorlatilag egy ilyen ültetvényünk, ahonnan tudunk majd szaporító anyagot gyűjteni, csemetét nevelni és kiültetni azokra a helyekre, ahol majd akkor szükséges. Szabad állásban a tölgyek akár 30-40 éves korban is teremhetnek már, sajnos zárt erdőben inkább 50 éves kor fölött várható nagyobb termés. Fontos lenne az ország más térségeiben is felkeresni ezeket a faegyedeket. Tudomásunk szerint szorványosan itt a Dél-Dunántúlon, de akár az ország többi részén, az Alföldön is előfordulhatnak még ilyen meglévő fák, és fontos feladat lenne véleményem szerint ezeknek a felkeresése, mert most már a kezdetnél is nagyon jók a tapasztalatok. Ez a növény nagyon jól tűri el ezeket a szélsőséges nyarakat is, a idei nyarat is könnyedén átvészelték. A többi tölgy a területünkön sokkal jobban megsínlett ezt a szélsőséges időjárás, sok helyen el is pusztultak a kiültetett csemeték, megsárgult a levelük, de itt láthatjuk, hogy ezek életerősek, vitálisak, minden csemete szépen fejlődik, és az a tapasztalat, hogy a növekedés üteme is már az első években is kiemelkedő a többi tölgyféléhez képest itt a területünkön. Mindenre azért van szükség, mert az erdőkben is nagy gondot okoz a klímaváltozás, ugyanis régebben több ezer év volt arra, hogy egy fafaj vándoroljon és kedvezőbb feltételeket találjon. Napjainkban azonban néhány évtized alatt drasztikus változások következnek be. Gál László azt mondja, becslések alapján az átlaghőmérséklet 4,5 Celsius fokot fog emelkedni 100 éven belül. Ez nagyon sok élőnének elveszi az életterét, és nekünk erdészeknek meg kell találni erre megoldásokat. Erre lehetőséget nyújt egy olasz tölgy, az olasz molyhos tölgynek a felkutatása Magyarországon. Ez egy őshonos, Magyarországon is elterjedt fafaj, azonban mivel csak eddig kizárólagosan a helytetőkön, száraz dombokon található ez a fafaj, nem igazán foglalkozott vele senki sem, és az olasz molyhos tölgy kicsit egy ilyen feledésbe merült. Mint erdészként nekünk viszont ezt fel kellett fedezni újra, és megpróbáljuk őt megtalálni ezeket az egyedeket az erdőbe. Úgy kell képzelni, hogy mint egy sziget szerűen helyezkednek el a Tolnai hegyháton ezek a fák, mint a mögöttem lévő olasz tölgy egyed is, egy kb. 150 éves fa, lehet, de mivel tuskosalj, az azt jelenti, hogy 150 évvel ezelőtt ezt valaki kivágta, és annak a tuskosaljait látjuk itt most mögöttünk. Tehát valószínűleg genetikailag ez több száz éves, akár 3-400 éves fa, és mivel egy hegytetőn vagy dombtetőn állunk, igen száraz körülmények között, reggeltől estig süt a nap, ezért ez a fa már nagyon sok mindent kibírt a több száz év alatt, és ez ad nekünk reményt arra, hogyha hasonló körülmények közé kerül az ország nagy része, tehát ilyen szárazságok lesznek, mint ami most vannak, akkor ez a fafaj ezt vinni fogja. A gond az, hogy ennek a szaporítóanyagára szükségünk van. A szakember azt mondja, akár a bűkösök is eltűnhetnek. Tényleg azt tapasztaljuk, ugye a világ minden részén más és másképpen fog lezárni a klímaváltozást. Nálunk itt Magyarországon az várható valószínűleg, hogy egyre szárazabbak lesznek a nyarak. Az összes csapadék nem fog eltűnni valószínűleg, hanem inkább csak az elosztása fog nagyon változni. Amikor legmelegebb időszak van nyáron, akkor esik nálunk legkevesebbet az eső, amikor persze akkor kéne legtöbb a növényeknek. Hiába esik sok eső esetleg télen, mondjuk hó helyett már csak eső esik,
de az nem tudja hasznosítani ezek a növények, amik itt élnek. Illetve nagyon sok lesz a forró napoknak a száma. Ugye mindenki emlékszik az idei nyára, de az előző, és egyre mindenki azt érzi, hogy egyre több a olyan napok száma, amikor 35 Celsius fölött van a hőmérséklet, és amikor ekkor párosul egy hatalmas nagy szárazsággal, akkor a növényeknek egy része ezt nem bírja elviselni. Ilyen a bükk is például, hogyha nagyon nagy forróság éri nyáron, például a bükkújulat, a bükkcsemet az el tud pusztulni, és nem tud újra regenerálódni az erdő. Most ezért kell ezeket a fafajokat megtalálni, megfelelő helyen alkalmazni, és mint ahogy mondtam, azért van szükség az erdésznek a beavatkozására, mert nem tudja olyan gyorsan lereagálni a természet, ahogy mi szeretnénk, mert jövőre is szeretnénk erdőbe sétálni, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva is. Lehet, hogy másmilyen erdőbe fogunk sétálni, mint amit most találunk, de erdő lesz és zöld lesz, és az erdészek erről biztos, hogy fognak gondoskodni.